Sziasztok, animológusai, és üdvözlök mindenkit az Animológia csatornán, ahol jelentkezünk egy rövid kis videóval, mert hát az jutott eszembe, hogy rengetegen kértek üzenetben, vagy személyesen anime kritikát tőlem, bizonyos animét, amit ti nagyon szerettek, vagy a kedvencetek, tehát hogy nézze meg ezt, meg azt, meg azt az animét, és hát sajnos nem tudok minden kérésnek eleget tenni, mindig mondom, hogy majd, meg de hát... Na, szóval nem tudom minden animéből, amit üzentek vagy kértek tőlem anime kritikát készíteni, viszont arra gondoltam, hogy említés szintén miért ne lehetne róla szó. Ezért kitaláltam, hogy az anime ajánló sorozatunkon belül készítek egy tőletek nektek kategóriát, amiben szerepelne 10 anime mindig aktuálisan több részen keresztül azok közül, amiket most így fogtok nekem ajánlani. Ehhez viszont arra kérnélek akkor most titeket, hogy menjetek a komment szekcióba és írjátok meg nekem, nekünk a kedvenc animéteket, és néhány gondolatot is írjátok róla, hogy miért szeretitek, mi fogott meg benne, miért ajánljátok, mitől tartjátok különlegesnek, vagy hát lényegében bármit, amit szeretnétek elmondani az animéről néhány sorban, tehát ne litániát írjatok, csak néhány gondolatban, pár mondatban, hogy mit is szeretnétek elmondani erről az animéről, és melyik animéről van szó. Fontos, hogyha kommenteltek, úgy kommenteljetek, hogy figyeljetek arra, hogy mit kommenteltek, mert úgy kommenteljetek, hogy amit kommenteltek, na jó, szóval a lényeg az, hogy fontos, hogy csak azokat az animéket fogom majd ebbe az anime ajánló sorozatba kiválasztani, amelyikhez van ilyen leírás, úgyhogy ezért is feltétlenül fontos, hogy készítsetek ilyet. Majdnem elfelejtettem, hogy ezek az írások azért is fontosak, mert ezeket én be fogom olvasni, így ti is részesei lehetett valamilyen módon a videónak, szóval ezért is fontos, hogy olyat írjatok, és olyan terjedelműt, ami emészthető, és jó, és lefedi, és blablabla. Persze majd hozzájön az én kis szerény véleményem, meg persze néhány érdekesség és fincsiség, egy kis kiegészítés, meg ami még jön, és így fogok tőletek nektek animét ajánlani. Nagyon bízom benne, hogy így mindenkinek egy kicsit a kedvére tudok tenni, és azok, akiknek régen ígértem, hogy majd lesz említés vagy kritika arról az adott animéről, azok így legalább egy kicsit is, de megismertethetik veletek az a kedvenc animéjüket, vagy amit szeretnek, úgyhogy tényleg nagyon remélem, hogy ezzel a kedvetekre tudok tenni, és ki tudok elégíteni néhány igényt. Meg az is lehet, hogy találtok köztük olyanokat, amiket én mondjuk nem feltétlenül említenék, vagy nem feltétlenül mondani, de itt megemlítem ezáltal, hogy más ajánlotta is, lehet, hogy pont az lesz nektek a befutó. Szóval a lényeg, hogy kommenteljétek az ajánlásra szánt animéteket, lehet akár több is, írjatok kis ajánlót, fincsiségeket, meg amit gondoltok. Szóval jöhetnek a kommentek, és akkor majd hamarosan érkezem egy ilyen típusú anime ajánló videóval. Tényleg nagyon bizakodom, hogy ezzel a kedvetekre tehetek, mert nem lehet egyszerűen azt a töménytelen mennyiségű animét megnézni, amit ti ajánlotok nekem. Rengeteg, és mindig mondom nektek, hogy majd, meg persze felvettem a listára, ami igaz is, mert felvettem a listára, de egyszerűen nem lehet győzni, és hogy majd megkritizálom, azt is szoktam mondani, hogy majd azért, ha megnéztem, felveszem a listára, megkritizálom, és majd, úgyhogy most nem majd, hanem most van most. Hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna, és nem szeretnétek lemaradni erről a különleges anime ajánlóról, és persze jöhet a like is, hogyha tetszik ez a fajta ötlet, amit itt most kitaláltam nektek, illetve ne felejtsétek el, hogy van most már közösségi lapfülünk, ugyanis mióta elértik a 10.000 animógus segítségével a 10.000-re feliratkozót, azóta a YouTube elérhetővé tette a közösségi lapfület számunkra, úgyhogy ha véletlenül a csatornán jártok, akkor kattanjatok rá, mert már osztottam meg bejegyzéseket, és fogok is még megosztani dolgokat, illetve hogyha a mobil applikáció nézitek, akkor kapcsoljátok be a videó és bejegyzések megjelenítését, hogy ott is láthassátok, és tudjátok követni, mert tényleg fogok még megosztani érdekességeket, és jobban tudunk esetleg kommunikálni, mint egyéb platformokon, ha már itt vagyunk, itt néztek, akkor már itt is kommunikáljunk, ez egyébként nagyon-nagyon tetszik, és nagyon-nagyon vártam, hogy ezt elérjük, szóval mindenképpen lessétek meg azt is. És akkor legközelebb hamarosan újra találkozunk, sziasztok!